Adategyeztetés és egy pár gyors vizsgálat, aztán kezdődhet is a konvaleszcens plazmaadás a Szekszárdi Vérellátó Központban. Ez egy olyan készítmény, amit a koronavírus betegségen átesett és abból meggyógyult emberek adhatnak. Szabadszállási Tibor 2021. decemberében kapta el és győzte le igazoltan a fertőzést, és azóta már harmadik alkalommal támogatja vérének különleges összetevőjével a rászoruló betegeket. Én a társadalmi felelősségvállalás egyik részének tartom ezt is, tehát ki hogy tud, nem akarok közhelyekbe bocsátkozni, de hát nyilván, hogyha valahol tudok segíteni, akkor úgy éreztem, hogy itt a helyem. Konvaleszcens plazmadonornak minden véradási helyszínen lehet jelentkezni, ahol a személyes okmányok mellett egy olyan dokumentumot is be kell mutatni, ami igazolja, hogy a donor 6 hónapon belül átesett a koronavírus fertőzésen, és már legalább 3 hónapja meggyógyult. Ha valaki elkap egy fertőző betegséget, akkor a szervezet védekezik a kórokozók ellen, ellenanyagokat kezd termelni. Azonban annak a mennyiségű ellenanyagnak a termelése, ami már le is tudja győzni a betegséget, ez egy kicsit hosszabb időbe telik. Hát sajnos előfordulhat, hogy ez idő alatt súlyossá vagy akár halálossá válik a betegség. A konvaleszcens plazmával ezeket a kész ellenanyagokat juttatjuk be a betegbe, segítve őket ezzel a fertőzés legyőzésében. A vérplazma adás során egy speciális készülék segítségével csak plazmát gyűjtenek be. A gép gyakorlatilag azonnal alkotó részeire bontja a vért, így a plazma már egy külön gyűjtőbe folyik, míg a többi sejtes alkotó részét visszajuttatják a donorba. A konvaleszcens plazmaadás egy olyan egyedi segítségnyújtási lehetőség, ami csak azoknak a kezében van, akik átestek a koronavírus fertőzésen. Fontos lenne, hogy a gyógyulásuk után gondoljanak arra, hogy plazmaadásukkal egy semmivel nem pótolható segítséget nyújthatnak a súlyos koronavírus fertőzésben szenvedő betegeknek. Jelentkezni tehát bármelyik véradóhelyen lehet, ahol megállapítják, hogy alkalmas-e az ember donornak, majd ezt követően egy előre egyeztetett időpontban várják itt, a Szekszárdi Vérellátó Központban.